ember minden pillanatban néző tisztó belátottságát. Könnyűlegesen. És hallgat a sárosságát tegyen. Ott volt a tankon, és akkor az orosz kiskatona azt mondja, hogy hol van itt a Szuezi csatorna, nincs itt semmiféle Szuezi csatorna, ha Miskolc Magyarországon vannak, azt se tudták, hogy hol vannak. Nem, se tudták, hogy hol vannak. Igen. Beszélgettünk a Városház téren. Mikor bevonultak lányokat, megerőszakolták. Gyerek voltam, emlékszem rá, aljasok volt, meg mindent elloptak. Anyámnak kellett főzni nekik, mert volt a zsák, krumplink, megtalálták, és anyámnak kellett megfőzni, hogy megegyék az oroszok. Mi meg gyerekek ott voltunk éhen. Nem jó rá emlékezni, nem jó rá. Szeretem a hazámot, szeretem Magyarországot, Miskolcot, és verset is írtam a magyarokról. Édes Jézus, szépen kérlek, küldjél fényt a magyar népnek, érezzék a fény erejét, isteni fény szeretetét. Jó magyarok, örüljetek, fény ország a magyar nemzet. Köszönetet mondok neked, édes Jézus, szeress minket, magyarokat. 84. verset. Stímét elajándékoztam, és csak a versekkel foglalkozom, meg olvasok, amiből tanulok. Meg minden nap a magyar népre kérem Istennek az áldását. Bár mindenki szívből lenne magyar, nem csak kétszínűségből, vagy van, akik meg ellene vannak. És hát én azokat is sajnálom, mert azok még tudatlanok, egy ilyen szinten vannak.